Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe Újabb ralli az ingatlan piacon. Én írtam az ingatlanos álmok könyvet, enyém az ingatlanos álmok klub, úgyhogy kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, és előbb-utóbb találkozunk. Így röviden, hogy elsősorban ez Budapesten indult ez a dolog, mint sok más, ugye itt is Budapestről indulnak ki a dolgok. Most ez az inflációs félelem, ugye nemrég volt egy előadásom, erről egyébként beszéltem, és most már realizálódik is, sokkal gyorsabban, mint én ezt gondoltam volna, hogy most szinte licitálnak az ingatlanokra Budapesten, és tulajdonképpen a panelok ára is ebben a nagy őrületben elkerült akár az 50 millió forintot is helyenként, ahol eddig egyébként 38 volt, meg 40, meg 45, meg 46 felújítva, most egy 10%-ot még dobott rá ez a félelem. Hát ez az infláció egy elég nagy félelem, ugye az emberek kiveszik ilyenkor a bankból a pénzt, és valami értékálló, vagy legalábbis értékállóbb dologba próbálják tenni a pénzüket. Ugye azt a, gondolom én tudod, hogy a pénz önmagában ez egy értéktelen valami, annyit ér, amennyit hisznek benne. Csak ugye amikor kezdődik ez az inflációs történet, akkor egyre kevésbé hiszünk akár a készpénz, akár a banki utalásba. És nagyon érdekes, most jó pár bank automatát, nem tudom kinek mennyire tűnt fel, de átállítottak, limites lett. Tehát régen, ahol ki tudtam venni akár 1 millió forintot, most nem tudok, csak mondjuk 100 ezret. Ez már nekem is feltűnt, úgyhogy nem tudom, hogy ez most mire véljem egyelőre, tehát nem, hát nem túl jó dolog, maradjunk ennyibe. Jó, és itt a bankautomata, tehát a kártyát hiába bírja el akár mondjuk a 3-400 ezer forintot is, a bankautomata nem igen engedi, úgyhogy Győrben ez már több helyütt egyébként sajnos a bank kérésére vagy utasítására ez már megtörtént, ez lehet ilyen háborús előkészület is, nem tudom. De visszaterelve szót az eredeti témára, tehát amikor az ember fél az inflációt, akkor igenis az értéktelen pénzt, mert az pénz önmagában egy értéktelen valami, igenis egy értéktelen dologba akarja tenni, és most adott egy újabb löketet ez az ingatlan piacnak, vagy legalábbis egy darabig ez lesz. Utána egyébként mondtam az előadáson, elmeséltem a következő fázist is, az már nem ennyire rózsás, és gondoljatok bele, hogy itt nem arról van szó, hogy ők hitelt akar bárki felvenni az ingatlanra, hanem igenis készpénzzel jönnek oda, és már kérem az ingatlant, és ha jön a másik, akkor már licitálnak is, úgyhogy nagyon-nagyon egy ilyen, hát nem azt mondja, hogy pánikot érzek, ez túlzás, de mikor az embereket a félelem mozgatja, hogy úristen, kis pénzecském, amit eddig spóroltam, az hát nem sok mindent fog érni. Nagyon érdekes dolgokra képesek az emberek félelemből, és most elég erősen én azt láttam, hogy a félelem mozgatja ezt az egész ingatlan vásárlást sok esetben. Itt ugye a következő félelem majd az lesz, hogy mit csinálok vele, kinek adom ki, meg esetleg átvel a bérlő, tehát ott is lesz majd egy csomó félelem. Én megmondom őszintén, a félelem alapú ingatlan befektetések nem vagyok a híve, ezért szoktam azt mondani, hogy itt nem azt kell mondani és izgulni azon, hogy jaj, hát hogy mit csináljak, hogyha a bérlőm nem fizet, hanem hogy tudom olyan szinten szolgálni a bérlőmet, hogy ő fizessen. Tehát mikor az emberek rossz kérdéseket tesznek fel, azért meg félelem alapú a befektetésük. És ugye, amit én oktatok akár itt a könyveimben is, hogy hogyan lesz a boldog ingatlan befektető, itt eleve más kérdéseket kell feltennie magának az embernek. De ami a lényeg, hogy az elsősorban én most Győrbe ezt olyan szinten most nem érzem, viszont maga az ingatlan, az eladható ingatlanok száma egyébként csökkent mondjuk a mi megyénkben is, viszont Pesten eléggé jól látszik ez a pánik, ez a félelem, és bizony az emberek próbálnak a pénzüknek helyet keresni, és mondom még egyszer készpénzzel, tehát most nem kell csak senkinek, előkerültek ismét, összetörték a malacot az emberek, vagy kivették a bankból a pénzüket, és ténylegesen hát be akarják fektetni, és örülök, hogy az ingatlan piacon, mert akkor előbb-utóbb én úgy gondolom találkozni fogunk, úgyhogy kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, és itt vannak a könyveim, gyerekek, bármelyiket el lehet olvasni, szerintem aktuális. Sziasztok!